Fagyasztó szekrény ideális hőmérséklete mínusz 18 Celsius fok, vagy ez alatti hőmérséklet, amit látjátok, itt mínusz 23 Celsius fokot mutat a hűtőszekrény saját hőmérője. Ebben nem feltétlenül kell megbízzunk, tehát érdemes még a fagyasztó térbe is tenni egy hőmérőt, ami megbízható, így már biztosak lehetünk benne, hogy valóban annyi a hőmérséklet. A fagyasztó leolvasztását kezdjük azzal, hogy kikapcsoljuk a készüléket. Ezt ezzel a kapcsolóval tudjátok megtenni. A hűtőtér általában automatikusan leolvasztja saját magát, tehát sosem lesz deres és jeges, míg a alsó részben, ugye általában az alsó részben található a fagyasztó rész, azt viszont le kell időnként olvasztanunk. Bizony meglehetősen jeges már a fagyasztó szekrény, tehát ideje a leolvasztásnak. Ezt nem érdemes megvárnotok, tehát abban az esetben, hogyha már egy vékony jégréteg képződik rajta, akkor már érdemes leolvasztani a fagyasztó szekrényeket, hiszen ez energiamegtakarításban nagyon sokat jelent. Legjobb megoldás, hogyha egy ehhez hasonló hűtőtáskát alkalmaztok ehhez a művelethez, és ebben tároljátok addig, amíg leolvasztjátok. Ha már úgyis foglalkozunk a fagyasztószekrényen, akkor érdemes kiselejteznetek a benne lévő már esetleg régi élelmiszereket. Mellékelni fogok a videó alá egy speciális táblázatot, tudom-e bennem, hogy mit, mennyi ideig érdemes vagy lehet fagyasztani. Javaslom, hogy feliratozva tegyétek be az élelmiszereket, és tartsátok be ezeket az időintervallumokat. Mivel a háziállatoknak jóval rövidebb az emésztő csatornája, mint az emberi, ezért sokkal kevesebb időt tartózkodik az élelmiszer a tápcsatornájukban, kevésbé vannak kitéve a fertőzés veszélyeknek, így megehetik ugye a romlott élelmiszereket is, lásd például a kutyát, ami előássa a sok hónapos csontot és kutyabajos tőle. Tehát ha sajnáljuk kidobni ezeket az élelmiszereket, akkor nyugodtan megfőzhetjük az állatainknak, például a kutyának, és ő még jót lakmározhat belőle.